Sziasztok, itt a Rezz után. Folytatjuk a Phoenix Wright észítően Justice for All-t. Most befejezzük a harmadik epizódot. Tehát a másik per második része kezdődhet. December 32 óra 17 perc. Legutóbb akkor próbáltam lemutatni, de csak egy apróság hiányzik, hogy sikerüljön. A miértje, hogy miért tette. El se hiszem. Akró? Sokkoló, ugye? Hihetetlen. Hát biztosan szándékosan akarta rákenni a gyilkosságot. Hogy kerüljük? Nem sűrötti. Hogy megint olyan bűnös legyen. Lássuk azt a bizonyítékot. Ezt a második nyomozásban de sikerült kideríteni. Ez volt Akró szobájában. Nem lesz még se az egész nő, hogyha ezt majd tudja. Ez egy titok. Szóval a terv szerint megy minden. Az a végső terveik mindjárt kezdődik. Egy ügyész számára van. Szóval az utolsó pillanatban dől el, hogy egyetem mennyire megy a. Na ez egy elég fontos. Kritikus. És még valami. Csomagról van szó. És megint hoztak tejet. Szóval így a meg miatt meg. Ezzelben az 2.27 perc, 2-es szám után tartani. Rásukoltatottunk. Most a kapcsolat az áldozattal azt kell meghallgatni. De bizony így is kell. Bizonyíték, hogy ki miért motiválta Akrót arra, hogy bűnt kövessen. Elhagyták a szüleit. Russell befogadta őket, és agrobata lett már 9 évesen. És vissza akarta fizetni azt, amit amit boldogát tette az értét. Ez volt az egy értéríz. Szóval tisztelte az áldozatot. Hogy nincs szükség kérdésekre.
Miért töltél volna még akrót, hogyha a tiszt... Ez lett az utolsó esély. Hát nem tudom, milyen következményes, ha másokat választom. Nem lesz rá szükség. Miért volt megölve? Egy kérdés. Hogy mi motiválta a gyilkosságra? Hát ezzel nem kell gondolkozni. Ez egyértelmű a kezdetektől fogva. Hát ezt, a motiválást ezt nem lehet bizonyítani. Ugyanis nem volt oka rá, hogy megölje a... Hogy képzeltem, hogy a spicsa? Teljesen azt mondtam, és még akkor is leostorolsz. Persze még vádoltam. Akró. Neked nem volt ered arra, hogy még ölt a ringmestert. Mert nem ő volt a célpontja. Hűvöd. Szóval nem a ringmester, de ellen akarta elkövetni a gyilkosságot. Tehát tervez, sőt, igazán rossz. Hogy mit akarok elmondani? Igen, más akart megölni. Méghozzá a lányát. Take that! Bizony. Igen, Rigmar és terve lány. Akkor. Szóval ő volt a célpontja. Csik! Tiltakozom! Hát válaszolt ez a késő. Ha tévedek, akkor mondja csak azt, hogy tévedek. Hát tudom, hogy bevállalkozhat az a halál. Maga. Mutassa a bizonyítékot. Hogy miért akarta volna megölni Reginát? Igen, bizonyítéke. Hát van egy kérdés. Megvan a válasz, de... Remélem, hogy ez lesz az. Take that! Akró. Látszik ezt? Ez a papír, ami ringmester kapcsában. Akró írta azt úgy, hogy a gyilkos. Ez volt a szándék, hogy találkozzon vele 10 órakor. Hogy csak azt nem begyítod. Csak egy probléma van. Akkor tényleg valakinek semmibe tette azt a jegyzetet. Viszont az a valaki nem a ringmester. Szóval a lányának írta azt a papírt, csak nem tud,
csak a lány nem tudta, hogy ő tartja gyilkosnak. Ez az igazság. Regina nem sejtette, hogy amikor azt mondta, hogy gyilkosnak, akkor rá gondolt. És ezért feltette a kafetériai faljusságra. És az áldozat elolvasta azt a jegyzetet. És elment a plázába, Regina helyett. Szóval egy hibából. Szóval más volt a célpont, ez egy, amit akkor nem vett észre, mert nem tudott lenézni. És mi volt a valomásában? Igen, szóval akkor nem tudhatta, hogy ki fog a házába elérni. De a tolószéke miatt nem tud lenézni. Azt hitte, hogy Regina van. És akkor ejtette le azt a szó. Hát bizonyára állítása szerint már Regina hallja ezt az egyet. Reméljük, hogy Regina ezt majd megszokja. Jaj, ne így kvátos az! Neki van feldöntő bizonyíték. Hogyha neki küldték azt a papírt, akkor azt gondolja, hogy Regina Berry a gyilkos. Nem érte. A ringmester tudta, hogy mit jelent az a jegyzet, és ezért meg... A lánya helyébe. Itt egy incidensről van szó. Ami 6 hónap ezelőtt történt. Egy baleset történt 6 hónap ezelőtt. Szóval az ennek van közel ez az ügyhöz. Minden akkor kezdődik. 6 hónap ezelőtt kezdődött. Tényleg? Mi volt az a bedöntő bizonyíték? Hogyha rossz választodok, akkor azt hiszi a bíró, hogy blöffölök. A bedöntő bizonyíték, ami attól azért történt, az voltaképpen... Hát, kétfél válasz lehetséges, de remélem, hogy erre gondolt. Take that! Tűzszed! Mi a... hogy vicc? Nem volt ez vicc. Ez volt a bedöntő bizonyíték. Éppen akarta vinni azt a dobozt. És az volt abban a bedöntő bizonyíték, ami a dobozban volt, még az első felnél. Miért beszélünk? Tehát, hogy valaki borsra jött meg? Objection!
Na tessék, így most már három életem van. Hogy ki volt az áldozat itt? Take that! Akkor öcsém. Hát az öcsém még nem hal. Technika viszont még nem. Bent még kómában van 6 hónapja. Igen, szóval 6 hónappal ezelőtt Bentet meghalt egy oroszlán. És emiatt már. Ez egy állatidom már. És egy állatidom már sem képezte ki a rajtám, hogy a... Hát nem is értenék a pont. És Recsina nem tehetett ilyet. Mert ez nem van rá. Akkor mi történt a Recsina? Egy baleset áldozata. Hát ez több, mint baleset. Bizony nem balzs. Micsoda, hogy amatőr! Győzöse vagyok az Ace Attorney-nek. Hát de Regina tehet arról, hogy az oroszlán megkapta Akro öcsét. Ezt még nem, korábban nem közölték, de most mit tud ide bevetni? Take that! Igen, az egy sáv. Akro. Na, ezt vette fel Bet. És kiadta neki azt a... sálat. Úgy kendőt. Hát Regina adta oda. Hát itt több dörről van szó, mint bérről. A bors. Ezt csinálta azt a kérdőt még Batnek, még a baleset előtt. És tele volt bors. Van megint, Mi volt az igazi bűn? Ez ajándék volt. Hogy hol van a bűn? Még mindig nem érti. Most állítja, hogy az oroszlán még mosolygott. Meg egy pillanatra az oroszlán szája megváltozott, és olyan, mintha mosolygott volna. De az nem hal, de nem haltok az oroszlán, hogy most túl mosolyog. Az oroszlán tűzten. De nem akarta meghalapni Betet. Tüsszentett. És nem bírta visszatartani. Tehát a borstól tüsszentett.
non ti chiedo benissimo. Pizza, eh? Hogy elhiszem, eh? Hogy viccelek? Ez igazság. Ez okozta a balesetet, a hosszán tüsszentése. Ami Regina miatt volt. Amiért odaadta neki azt a kendőt. Úgyhogy ez nem vicc. És ezért akart bosszút állni. Ez is vicc. Hát legyünk közé az elképzelésem. Hát, még Balassnak nyilváltam, az bizony érdemel tiszteltet. Hát, de a bűnössége ez még mindig nem elég. És hogy miért? A bors, a kendő és a oroszlán. Reméltem, mert van egy kis egy elég nagy hiba. Az a bizonyítékban van a hiba. Hogyha ledobta volna azt a szobrot a ringmesterre. Mi bizony? Van megi. Tehát a beltöntő bizonyíték. Tehát az igazi probléma itt a gyilkos fegyver. Ha megtalálták volna apró szobájában azt a gyilkos fegyvert, akkor az áldozat vérével lenne tele. Akkor bizony feldöntő lenne. De nem kell valamit, az biztos. Hát nem tudom melyiket... Mert biztosan büntetet nem kapok. Hát, igazság szerint nincs Akro szobájában, de lássuk különítették, hogy erre kattam. Hogy felkutatni a szobáját? Hát már azt egyítem, mert nincs ott. Így van, karma nem, hogy esélyt magam. Szóval, hogy ők már elkutatták akkor a szobáját tegnap. Ha megtalálták volna azt a gyilkos fegyvert, akkor már nem lenne itt szemtan. És nem volt, de nem volt ott az a szobor. De ez voltak éppen nem véletlen. Hát ő ügyesen ejtette, az biztos. Tehát őt a ügyész irodába küldték. Thank you.
És mi a helyzet a kendőben, ahol edzette? De a fontos bizonyíték itt a ringmeste halála. Hol van? Tehát itt ez a rész már arról szól, hogy meg tudjuk a következő kérdés a választ. Hol a bizonyíték? Tehát erre kell feltenni a kérdést. Hol az a szobor? Jelenleg. Ha azt meg tudom válaszolni, megnyertem a pert. Hát tudnom kell, merre lehet az a szobor. De erre nincs nyom. Hát elég közel vagyunk a válaszhoz. Hát így régen a keresztésekben. De? Hol van Max szobra? A védelemnek időre van szüksége, hogy felkészüljön, hogy megmutassa, hogy meg ideges. Ja, megkapta. Hagyd már abba! Majd mutatom ki. Most már minden rajta már. Mert az akrobatának mindig van, de életük a vonalon, ugye? Tehát így élhette akkor az életét. Most kemény köteleit kell lenni. Most kell erősnek lenni igazán. Mert ha nem, vesztünk. Hát nem is találnák meg, de nem véletlen, hogy nem találjuk azt a bizonyítékot. Tehát logikusan kell gondolkodni. Süllyedsz vagy úszol. Az egyetlen út, hogy előrébb megy. Körülbelül úgy, ha, két életemet. Tehát hol van a gyilkos fegyver? Na, ez nem lehet helyes válasz, mert tényleg nincs ott. Mert a cirkuszban sincs. Itt van a tárgyalóteremben. Itt van a tárgyalóteremben ez a szobor. Egyértelmű. Na, ezzel nagyon kell vigyázni ám, hogy milyen helyes választ tudok, mert ez most már durva. Szóval, egy háromféle választ létezik ki. A bíró asztalán, az ügyész asztalán, vagy a szemtanú tolószékén. Ne, az esiket meg ne próbáljátok. Az első a legdurvább. Hogyha még bíró meggyósítom arra, hogy nála van gyilkos, hogy a bíró betűnhödik, és dupla büntetőt ad. Az ügyész pedig durván leostorosz, hogyha őt gyorsítom meg. Úgyhogy az egyetlen válasz itt a szemtanú tolószék. Akkor. De most, hogy kiderítsük az igazságot, ahhoz el kell venni azt a nem tudom, hogy nevezik azt a Blankit. Azt a van fel, azt dolgát a tószékéből. Hogy nem hall.
kemény fickó vagy. És elég kemény tolsz. Egy nagy... Hát biztosnak kell lenni, hogy nem rejtegeti a tolszékje alatt a bizonyítékot. Na, az a bizonyíték voltaképpen itt van. Itt nem mutatják meg, de animében ezt bemutatják, hogy itt van alatta. Érdekes, hogy tud nevetni. Mi ennek a magyarázata? Mivel nem tud felállni, ezért a bizonyítékot, ha ott hagyta volna, már lebukott volna. Hát már az ügyésznő is tudomást szerzett volna arról a gyilkos fegyverről, hogyha rájönne, hogy ott van a gyilkos fegyver. Ha a szobában megtalálta volna, akkor már vége lett volna. És ezért kellett elrejtenie. De csak a tószégében tudta elrejteni. Azért van ez, mert máshová nem lehetett. Méghozzá a tószik, ja. Tehát ez az egyetlen, amit a rendőrség nem figyelt. Szóval magába vitte, amikor a rendőrség elvitte. Ezért nem véletlen, hogy nem találtuk még azt a bizonyítékot. Tehát hol a bizonyíték? A kérdése, a válasz a tanú tolószékében. Hallottátok, ugye? A pert ezzel meg... Ostoma, te vagy az ostoma. Mi az, hogy tehette? Mindig nem fogod fel, mikor kell győznöd. Tehát kétféle perdőt cáfolhatatlan bizonyíték volt a szobájában, de a köpengyés az a szobor. Szóval elégette azt a köpenyt a szobájában, és a kukába eldobta a hamut, a benne hamut. És Regina vitte el a kukába még akkor reggel. Csak hogy azt a szobot nem tudta eldobni. Ezért elrejtette. És csak oldalra tudta elrejteni, mert máshol biztosan megtalálták volna. Tehát még az ügyésznél szín is túljárt. Nem elkövetett el mögöttünk a tolszékje miatt. Hát közvetett volt, de nekem még az ügyésznek is. Hát nem mondhatta el neki is se. Most már azért, amiatt panaszkodik, hogy hogyha nem parancsolta volna, hogy kutassák át Arkró szobáját,
Hát akkor bizony tett volna valamit. Akkor sért az igazság. Tehát ő ölte meg. A ringmestert, ő a felelőse. Azt akarta az öccse, hogy jöjjön meg, és jöjjön megszeresse. Öccse gondoskodott róla, hogy Regina tüsszöntse egy óriásit. És nem tudta, hogy miatt abba adja a nevetést. És Regina miatt vissza akart vágni. És ugyanakkor hát tüsszöntsen az, ahogy a kendőbe teszi a borsot. Persze nem akarta, hogy az ország megharapja. Tehát azt akarta, hogy csak tüsszöntsen. De nem tudott megbocsátani neki, amért kómában feküdt az öccse. Hát bűnös volt azért, mert sosem tudta őt megérteni. Hogy az öccse egy sztár lesz. Ezt bevette. És emiatt nevetett. Ezt nem bírta elviselni. Bármilyen nehéz is volt. Ezért akart bosszút állni. Úgyhogy ő is lenne áldozat. Most aztán elsírja magát. Na ez lenne a breakdown. Semmi mások egy gyilkos. Azt gondolta, hogy először megöli magát. De nem tudott távozni. És ezért inkább rákente Max-re. Hát nem tudott felállni, vagy távozni. Hát furcsa így volt, az biztos. Na ez volt az utolsó, hogy legyőztük Franziska von Kálmát. Igen, másik Franziska von Kálmá elleni győzelme, de egyben az utolsó is. Akkor most itt az idő, hogy meghozza az ítéletét. A vádlott Maisk Attica nem bűnös. De figyelj, ez volt az utolsó nem bűnös ítélete a Justice for All-ban. December 34 óra 27 perc. Ennyi igaz. Hát nem tud emiatt boldog lenni. Akkor a ringmester Regina is be. Hát nem volt rossz, de egy sem. Gratulál. Hát gondolok akkor. Hát gondolok rá, nem lesznek boldog. Hát most írja igazán el Regina magát. Már mi? Már neked ideges hív. És magát hibáztatja ezért az egészét. Hát csak két testvér nem fog visszatérni. Mindenki szép vagy. Hogy mit akar tudni? Akkor mondott van a végén.
Hát nem vészem, hogy bosszt akar állni. Bizonyítékot akar, hogy egyáltalán nem akar már bosszút állni. Válasz! Akkor nem akart lebukni. Csak az öccse szemét akart látni, hogy... Nájtok, még kómában. Úgy döntött, hogy Batmanet akar lenni, hogy lássa, hogy mondjuk kinyitja egy Valhall szemét. Na sajnálja, hogy mi történt. Hát fel akarnám bontani be ezt is. Hát távozom egy hónap. De akkor mit történik a cirkusszal? Ez a nagy kérdés. Mivel a ringmester jó ember volt. De még ha nincs velük, akkor is mindenki együtt. De senki nem akar elhagyni a cirkuszt. Nézd, itt hozott egy döntést. Legyen ő az új... Tehát ő akar a legjobb cirkuszt csinálni. Hát csak egy dolog van, ami a legjobb cirkuszban a világon szükséges. A legjobb illúzió. Tehát a legjobb mágusra van szüksége a világon. Úgy döntött, hogy dolgozzanak együtt, hogy csak szuper ilyesek legyen. Köszönöm, hogy segíteni? Nem tudja. Mert szerintem, hogy... Hogy olyan így bajt okozott. Szerintem bajt okoz. Viszont a bolc ezért küldte ide a bíróságra. Hogy aztán a cirkuszt jobbá tegyék. Hát Regina nélkül nem lenne... Ringmester. Hát de nem vagyok dolog várni, amíg a legjobb cirkusz felmátja. Kánsó detektív, akivel beszélget? Hát csak ez volt az egyetlen mód, hogy akról lebukjunk. Most jól figyeljetek! Látjátok, itt a bizonyíték, hogy Massengewer életben van. Hát ha megmutatták, az azt jelenti, hogy még fogunk vele találkozni. Vége.
Szóval, már csak ez az utolsó epizód maradt hátra, Farewell már Turnuba, de itt már fordított lesz a helyzet. Itt már nem nyerni lesz nehéz, hanem veszíteni. Tudjátok, miért mondom ezt? Mert az meg van határozva, hogy az ügyvének és az ügyésznek mikor kell nyernie. Mert hogyha... Mert a Finisztvár eddig azért nyert, mert a vádlott tényleg ártatlan. De mi van akkor, hogyha a vádlott bűnös, akkor mit tenne Finisztvárt? Erre a kérdés fog keresni a választ a negyedik epizódban. Úgyhogy ha tetszett, ne felejtsétek el feliratkozni és nyomatok egy lájkot. Tehát... Eltegyük egy kis úgy egy hónapban, hogy miért kijátszom a negyedik epizódot. Úgyhogy addig már búcsúzom, sziasztok!